Na csaú, Trubenkel, és üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Ez a videó, hát ez egy nagyon széles téma, arról fog szólni a Volvo a jelenleg állományban lévő összes Volvo 7700-as hibridet bemutatom nektek. Mindegyik egy kicsit más, mindegy, csak mondok egy például, PHG 633-asnak ilyen szőnyegfala van, ugye oldal rész. A PHG 621-nek például magasított ülése van, szóval ezeket fogom nektek bemutatni, mert hogy mindegyik PHG, vagy majdnem mindegyik PHG nagyon, nagyon eltér egymás, és nagyon különbözik egymástól. És azt hiszem 26 darab Volvo 7700 hibrid van, és ezt a 26 darabot most mindnektek körbe fogom mutatni, kicsit röviden, mert így nagyon hosszú lenne a videó. Ezért most így röviden el is mondtam nektek, most így vagyok az ősvezérterén. De hát igazából jó szórakozás nektek, ez a videó nem ma fog kikerülni, biztosan ez nagyon sok idő. De mellette lesznek tartalmak is, úgy próbálom ezt gyártani, hogy ne vegyétek ezt észre, hogy videóhiány nem lesz, csak hát ennyi, hogy akkor mellette most itt hibridezgetni fogok. Ennyi, az összeset kipróbáljuk, még én sem utaztam az összessel, én csak egy párral. Nagyon érdekes megfigyelések is lehetnek akár. Köszönöm a figyelmet! És tetszett, nyomjatok egy lájkot, vagy tetszeni fog nektek, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Köszönöm. És most pedig élvezzétek a videót. PHG 638. Ennek a dizájnja egyébként nem olyan, mint a PHG 639-esnek, vagy egy 642-esnek. Itt szürke felület van, a padlózat is egyébként ilyen szürkés. Most itt el a busz, ugye, ott előtt a támaszkodó rész is egy kicsit olyan másabb. A kapaszkodóknak az ívelődés is egy kicsit olyan másabb, és elszokott a többitől, és ugye a kettő ajtós, szóval két ajtós a történet. És ott, nézzék, ott van kuka, ott kuka van. Ez nagyon érdekes ebben. Egyébként nem tűnik túl jó darabnak egyébként, csak egy első látás, de te látszott csal, ugye? Mert hogy iszonyan zörgött ez ugye az útviszonyok, de hát azért tűrhetné ezeket jobban, én azt gondolom. Neki jó hajt, jól megy, szóval. De már még meglátom, természetesen. Itt van még egy ilyen plusz cső. Itt. Pedig ez azért nem szokott lenni. Szerintem az ez egy jó állapotú busz, én azt gondolom. Azért rezeg egy kicsit. Ja, kicsit elszokott ugye többitől. Szerintem ez egy viszonylag jó állapotú, csak ott nem olyan a tetőzet. De szerintem ez egy jó állapotú busz. Szóval én azt gondolom. PHG 637. Ez is hasonlóan olyan, mint a PHG 638-as. Szintén ilyen szürke felület. Az állapot az, hát olyan közepes. Az ajtó is azért finomabb. De hát nem tudom, hát elmegy, ott is ilyen plusz kapaszkodó. Intás jelszőző zavarodás történt itt most. Kicsikét ilyen más ritmusba zárt az ajtót. És akkor megnézzük, hogy elindul. Hát szerintem nem semmi extra ez a busz már, ez oké, megy, de szerintem semmi extra. De azért jó, az állapot azért úgy jó. PHG 624. Ez a PHG 621-től 626-ig magasított üléses, tehát ilyen kialakításban van. Itt az egyébként nem tudom, hogy a többi magasított ülésesnél van-e ilyen leülős rész. Itt ilyen fehér falazat van. Le is ülök akkor mondjuk ide. Itt van egy ilyen kampó, ez szerintem azért különleges nagyon, mert azért csak egy hegyedi. Nem tudok fotózni. Na mindegy. Hát ez egy jó állapotúnak tűnik, és újnak, hogy kiderül, ha elindultunk. És ott ugye van egy ilyen kilógó kapaszkoló, szóval másabb, mondom, minden hibrid egy picit más.
de szerintem ez ilyen tényleg tök jó, szerintem ez jó hibrid, klimatizált. Indítás ez az halk egyébként. Kijelző az, amit nem működik, de most működik. Ez egy kényelmes egyébként. Hangos bemondó, szóval ez jó. Nem is lehet érezni a motort, szóval ez... Ez a nagyon jó szerintem. Eddig szerintem ez az egyik legjobb darab, a PHD 629. Hát egy zsír darab. Nagyon-nagyon jó ez. Kamera. Ilyen kialakításban nincsen, mondjuk. Ezért nagyobb. Hát ennyi a PHG 624-ről. PHG 626, magasított üléses busz, de mint olyan. Ez ilyen ülés igazából, ez nem egy extra busz, szóval a padló az ilyen normális, de mint a többinek mondjuk. És ilyen felülök akkor ide. Itt mondjuk meg is van rongálva. Átmutat, mert majd megnézzük, mikor elindul. PHG 639, ez egy kétajtós példányú busz, oldalt ülése van a három ajtó helyett, egész jó állapotú új busz. De majd akkor fog kiderülni, mennyire jó állapot, amikor elindultunk. Ülések is tök normálisan vannak, kényelmes, az ajtó előre is tök agresszív, ezt majd megfigyelhetitek. Szóval a motor az eléggé zúg egy kicsit, mint egy hibrid meghajtás. Vagy mindent meg fogtok látni, mikor elindulunk. És mindig Volvo hibridné más itt a padlózat. Itt ilyen szürke és ilyen piros pöttyökkel van. Mert akkor nyitjuk az első, hogy meglátjátok, hogy milyen agresszív. Mert ez a zúgó hang, ez szerintem nem normális. Szóval ez abban egy picit rossz az a busz. Végén ez egy normál állapotú. De meg annyira én sem ismerem őket. PHG 629, ez már full eltér a többi Volvo hibridtől, vagyis ennek ezüst kapaszkodója van, és nem kék. És egy minden új az ablak üvegezése, itt egy kicsit így meg van orpodva, vagy nem tudom, az hiba. Ez a új szag mégis, ez a kényelem ezen a buszon, és itt már fekete a padlózat, nem úgy, mint a PHG 639-en például. Itt egy üvegfelület van ott fönt, és itt fent van a Volvo hibrid felirat, így szürkében. Ez egy legújabb darab talán. Ott több kamera van, és ott van két lenyíló ilyen ülés, másik necsként támaszkodó volt, és így ennyi, ilyen álló. Meg ott ilyen, van egy ilyen fekete rész, ott is ilyen, van ilyen szürke fekete rész. Nagyon más az elhelyezése, sokkal másabb, mint a többi Volvo hibrid, szóval ez egyik legértékesebb darab. És itt ilyen kemény, de kényelmes, nagyon kényelmes busz, és hát ez is kapaszkodó, és ez már három ajtós példány. Nem mondom, ez az egyik legújabb példány, hogy akkor fog kiderülni, mikor elindulunk. És azt tudom, ennek nagyon finom az ajtó ide végén, nagyon lelassít, szóval ennek ilyen finom ajtója van. Nyomjuk iszapos, csak ennek ilyen finom. És ott is, ott van két ilyen új, ilyen fekete rész, szóval ebben is, ez egy nagyon új darab. Ez már egy negatívum. Itt van ilyen oldalt kapaszkodó.
azon pedig nincsen ilyen fólia, ilyen fekete, ilyen gumi, mint azon például. PHG 643. Kezdjük itt. Ez ilyen. Még nem indul szerintem. Na, ez is kéthajtós példány, nagyjából olyan, mint a PHG 639. Ugyanaz nagyjából. Állapotát nem tudom, de talán is ilyen a padlózat, szóval ugyanolyan. Most indulunk. Pedig azt hittem 20 perc. Szintén ilyen oldalsó ügés van. Ez szerintem egy kicsit jobb állapotúnak néz ki. Ugyanaz, mint a PHG 639. Ez tényleg ugyanolyan, hogy meglássuk. A következő megálló. PHG 627. Ez a busz. Ez három ajtós, szóval ez nem kettő ajtós. Ennek olyan a kapaszkodója, hogy ilyen a vakoknak, egy ennyi látóknak, hogy ilyen recés, hogy olyan felismerjék. És itt van ugye nyomógomb leszállásé, ez ajtó, nyitó, meg ilyesmi. És azt hiszem, hogy ott van egy párna, és ez nem zárul be rendesen, tehát itt nem stabilan van ez az ajtószeg bezárulva, azt tudom. Még tele van ilyen sárga felfestése, sárga csíkkal. Itt végig ilyen szürke, tehát mondjuk másabb, mint mondjuk egy PHG 643, mondjuk, vagy egy 639, ami a kettő ajtós, és még teljesen más a padlózat. Még sárga csíkos, fehér felület kamera, utána meg ilyen támaszkoló van. Ez egy darab a sok közül, aztán az állapotát meg megnézem. Én akkor oldalt itt ilyen szürke, tehát hogy nem olyan fekete, vagy nem olyan szőnyeges, mint mondjuk a többinél. Szóval mindegyik Volvo hibridnél, mert majdnem mindegyik Volvo hibridnél van egy kis egyediség. Vagy a kicsi is, de van. Szóval, ja. PHG 646. Na, és végre egyedül vagyok majdnem. Na, hát igazából ennek is olyan padlója van, mint a PHG 632-esnek körülbelül. És hogyan itt már ilyen fehér az oldala a busznak. Szóval kicsit azért a kapaszkodónak az elhelyezése kicsit másabb, mint a többinél, vagy mint a megszokottnál. És egész jó állapotban a tűnik, és itt meg van döntve egy kicsit itt a támaszkodó. Tehát ennyi. A kiderül, ha elindultunk. Nem tudom, mennyire látjátok, de a üléshúzat ott ki van húzódva, és ilyen sárga elől az első ülés. PHG 631, ez egy olyan darab, mert szerintem a legújabb, meg a PHG 632, ez hasonlít egy kis a 629-re, ilyen full új, ilyen padlózat van, ott fönt nagyon friss kamerák vannak, itt Volvo felirat van, szóval nem ilyen ilyen nem is tudom, mi anyaga van elválasztva, és ezüst kapaszkodós, nem ezüst, nem. Hát ilyen szürke kapaszkodós, mint a PHG 629-nek azt hiszem, annak is olyan ott fekete ott kapaszkodó, szóval ez egy nagyon érdekes darab. Nézzük meg az állapotát. PHG 636, ez egyetlen olyan busz, amelyiknek a 1700-es Volvo-ból, amelyik lengő ajtója van, szóval két
ajtaja nem befelé nyílik. Meg ventúrás ajtó, többinek ugye iszapos, de nem ventúrás. És ilyen érdekes üdése van. Kényelmes egyébként is ott elül ilyen kettős rúd oldalról, ilyen kapaszkodó, nem tudom kifejezni. Más a kapaszkodó ívelése. Nézzük meg, amikor elindul. PHG 634. Ez egy érdekes darab már amúgy is, mert ott van pár ilyen kuni kapaszkodó, de nem is emiatt, hanem itt világosabb zelikás, itt meg egy kis ilyen sötétebb. Ott is olyan különbség. Sötétebb, meg ilyen világosabb. És szőnyegfalas. Szóval ez egyébként tetszik igazából. Állapota amúgy itt első látásra nincs vele probléma, aztán ablak egy kicsit zsíros, de az mondjuk a karbantartás miatt is. Megnézzük, amikor elindul. Valami nagyon csilingel egyébként ott elő, nem tudom mennyire halljátok. Ja, furcsa, nehezen megy ez a busz egyébként. Hát olyan elmegy szerintem, nem rossz állapotú, rosszat nem tudok volna mondani. Az ajtaja is ilyen finom azért. Ez szerintem egy jó állapotú, igazából nincs olyan probléma. PHG 623. Egy kicsit furcsa az ülése, mert hogy itt ilyen nincs háttámla, csak nagyon hátul, és ez ilyen nagyon ilyen túl puha. De egyébként úgy elmegy, de azért 621 az jobb volt. Ugyanolyan igazából, azt remélem, hogy lesz ez a német feliratos, valami tűr, nem tudom milyen, de van német felirat volt. Zsíros ablak, mint a 621, de ugyanaz, egy kutya, mind a kettő. 623 és a 621 is, és az egy jobb állapotú volt, én azt érzem. Hát azért az egy komolyabb volt, 621, ez is jó, de az az jobb volt, na, csak ennyi. PHG 647. Ez egyetlen olyan állapot, ami tényleg semmi különleges nincs benne. Annyi a két ülés, ez nem ott van, hanem itt van. Ugyanaz a padlózat, mint a PHG 43, meg 640. Ja, szóval ez az egyetlen, ami semmi érdekes nincs. Ott meg az a fekete csík talán, ami érdekes. Szóval ennyi tényleg semmi érdekes nincs ebbe a buszba. Ebbe a... Ja. Állapotát megnézem. Egyébként ahogy megy, ez egy tök jó állapotú busz, hogy semmi extrát nem látszik így belülről, de egyébként tök jó állapotú, tök fürge. Ez egy jó állapotú, ezt ajánlom egyébként. Semmi izgalmas nincs benne, de jól megy. PHG 622. Ez egy ilyen belső részén semmi egyszerűen tűnik. Az ülés olyas, mint a PHG 23-nak, hogy itt van a semmi, és túl puha, és ilyen, mint a háló műhőnél. Nem olyan kényelmes, de egyébként szimpatikusnak tűnik, de egyébként semmi extra igazából. Ott egy kicsit elkezdett elkopni, majd kiderül, ha elindulunk. De szerintem nem olyan jó darab, alig bír menni csóról. Még nyilván a sofőr miatt is nem úgy nyomja a gáz, de azért akkor is azért érződik ez, hogy nem egy fürgi busz. Ez a darab. Érződik az. PHG 648. Semmi extra nincs ebbe a buszba. Úgy háttámla, két ülés, az már frankulés van ott lent, nem ilyen lehajthatós. Ennyi erről a buszról. És annak jó állapotú. PHG 641. Teljesen átlagos darab, ahol csíkos a jegyugasztó. Állapotát már akkor megnézzük most, de semmi izgalmas nincs benne, két ajtós példány. Ez egy jó állapotú. PHG 621. Ez egy nagyon jó állapotú busz.
már utaztam bele elején, csak erre mondta felvétel, ez egy nagyon jó állapotban van. Egy kicsit másod az elrendezés itt az ajtónál, magasodott üléses busz, és tényleg egy szuper állapothoz, egyik legjobb, nagyon jó nyomatja neki. Ez egy jó állapotú busz. PHG 632. Ugyanolyan állapotú, mint a PHG 31 állapota, jó. Ugyanaz, mint a PHG 31, ennyi. PHG 640. Ez egy kétajtós busz, szériás busz. Kopott kapaszkodó, azon kívül semmi érdekesség. Nincs, nagyon jó állapotú. PHG 645. Ez a busz még abban érdekes, hogy ott van egy ilyen érdekesen szürke valami az ajtónál, ezen kívül semmi érdekes nincsen ebben. Itt van alul két ülés. Azon kívül igazából egy jó állapotú busz, és ennyi. PHG 630. Ez ilyen állapotú gyerekek. Ez is kapaszkodós. Nagyon jó állapotú, úgy nyomatja neki, mint az állat. Szóval az egyik legjobb darab igazából a kamerás. Itt egyébként azért megvannak itt karcolva itt azért a részek, hogy bele van manuel, meg ilyenek. És igen, ott oldalt, ott van két állítható ülés. Ez is kapaszkodó, meg ilyen furcsa oldaltámaszt. Ez egy nagyon furcsa és nagyon érdekes egyedi darab. Ez a PHG 630, csak olyan, hogy tudom nektek. PHG 644, ez egy önállapotú busz. Mert igazából teljesen átlagos, kétajtós példány, semmi különleges nincs ebben. Állapotát megnézem. Ennek a busznak jó az állapota, a PHG 644-nek. Jó, gurul, minden. PHG 623, ez ilyen magasított üléses példány. A ajtó az ilyen tisztának, újnak tűnik, meg ott ahogy egy kis másabb, mint a többi busz. Kényszer ugyanen átlagos, mint a többi is ennyi. PHG 23. Ez egy jó állapotú busznak tűnik. PHG 635. Ez egy önállapotú busz. Ez egy olyan szériás busz. Ott elő van egy ilyen két olyan, kapaszkodóan ilyen két ilyen rútpánt egybevéve, vagy nem is tudom, három ajtós példány. Szabó a busz, és a második ajtó, én emlékezésem szerint az nagyon gyors. Igazából az állapot igazából jó, de egy valami nagyon rezzett, tehát valami nagyon kopácsol. De egy jó állapotú, de ennek csapódni fog a második ajtó, azt megnézhetitek. De most már nem kiavították. Ja, akkor azt hittem, hogy bocsánat, tehát ez a PHG 35. Következő megálló. PHG 633, ez igazából egy önállapotú busz, mint itt oldalt, itt ilyen szőnyeges fal van, tehát nem ilyen. És vannak ilyen sáron kapaszkodó felületek, különböző ajtóleszállás gombjelzők, annyira nem jó állapotú egyébként, tehát nem olyan fürge, erősen füst vagy benzinszag van ezen a buszon, tehát nem annyira jó állapotú, de érdekesnek tartom. PHG 625. Hát igazából ez egy ilyen átlagos zsirap, tehát igazából magasított üléses, nincs benne semmi különleges, bemondás az annyira halk, hogy semmit nem lehet hallani szinte. Tehát ti sem hallatotok semmit, annyira nem bírja jól azokat az útviszonyokat, ez a busz, ott a rendszám nincs kívül, de higgyétek el, ez PHG 625. Igazából egy állapot, ami ilyen egyébként úgy elmegy, tehát úgy egy jó állapot az, ami... De meg is mutatom, a PHG 625, és itt a kijelző ott van, és nem ott fent. PHG 642, ez egy nagyon rossz állapotú busz. Én is semmi egyszerűen nincs ebben a buszban. Nem egy jó állapotú busz. Tehát ez, az egyik legrosszabb állapotú. PHG 642.